Továbbra is hosszú sorok vannak a határokon, kifelé és befelé is kilométeres a dugó Hegyeshalomnál. Folyamatosan menekítik a külföldön ragadt magyarokat. A külügy azt kéri, mindenki sürgősen térjen haza. Maradj otthon, ezt kéri egyre több ismert ember itthon, a kormány tájékoztató kampányt is indít. Törlesztési moratóriumot kér a jegybank a lakossági hitelekre, és a személyi hitelek kamatait pedig csökkentetnék a bankokkal. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Megbénult a forgalom Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határon, a koronavírus miatt ugyanis tömegével indultak haza a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások, de Magyarországra csak a magyar állampolgárok léphetnek be. Az osztrák oldalon bolgárok, románok, ukránok és macedónok is vannak, akik tiltakozásul elállták az utat, így a magyarok sem jutnak el a határig. Éjszaka a magyar kormány lehetővé tette a bolgároknak és a románoknak, hogy áthajtsanak az országon, de azóta újra feltorlódott a sor. Közben a kilépési ponton Csanád Palotánál is órákat kell várni, mert nagyon lassú a beléptetés Romániába. A román és bolgár állampolgárok este 9 és éjfél között léphetik át a határt Hegyeshalomnál. Magyarország betartotta ígéretét, és annak ellenére, hogy hétfő éjféltől csak magyar állampolgárok és családtagjaik léphetnek be az országba. Kedd este röviddel 9 óra után egy egyszeri áthaladást biztosított az Ausztriában feltorlódott román és bolgár vendégmunkásoknak. Azért döntött így a külügyminisztérium, mert állítólag kevés ideje maradt Romániának és Bulgáriának a határzár bejelentése után a szükséges intézkedések megtételére. Az M1 tudósítója a Hegyeshalmi határátkelőről este 10 órakor arról számolt be, a magyar hatóságok mindent megtettek azért, hogy a több ezer külföldi minél hamarabb áthaladhasson az országon. Hogy gyorsabban menjenek itt a dolgok, külön is szedték az autókat, tehát külön sávon haladhatnak a bolgárok, a románok és külön a magyarok is. A kijelölt humanitárius folyosón egész éjszaka kisebb-nagyobb konvojokban haladtak a személyautók és a kamionok, egészen a csanádpalotai határátkelőig. Itt újra megtorpant a forgalom, mivel a román határrendészet csak lépésben engedte be állampolgárait az országba. Hajnalra azonban újabb dugó alakult ki Hegyeshalomnál. Ausztria irányába 10, Magyarország felé pedig meg nem erősített információk szerint 28 kilométeres sor torlódott fel. 6 órakor tudósítónk megmutatta az osztrák oldalon rekedt kamionsort is. Azokat az információkat kaptuk, hogy a távolban még mindig, amint lehet is látni, ott a domboldal mögött kamionok várakoznak a határátlépésre, úgyhogy valószínűleg ott is valami fennakadás van még. Itt jelenleg a Hegyeshalmi határátlépőnél a Magyarország felől Ausztriába kifele menő forgalmat blokkolják, értesüléseink szerint, valamint a kamionosok sem tudnak áthaladni. Később kiderült, az újabb fennakadást ezúttal az osztrák oldalon feltorlódott ukrán, szerb, macedón vendégmunkások idézték elő, de most is nagyon sok a román rendszámú autó a sorokban. Ők is, akárcsak korábban a bolgár és román átutazók, blokkolták az áthaladást. Az Ausztriában rekedt magyarok és hozzátartozóik tömegével írnak a Facebookon. Eszerint van olyan idős ember, aki kedd 13 órától áll a blokádban. Autója már lerobbant, lassan telefonját sem tudja tölteni. Így hozzátartozói attól félnek, nem tudják majd elérni. Kedd este Szijjártó Péter az osztrák hatóságoktól azt kérte, hogy tartsák fenn a rendet saját oldalukon, és tegyék lehetővé a magyar állampolgárok és a teherforgalom számára a határátkelőhely használatát. A Hegyeshalomi határátkelőnél a határzár miatt csak a magyar állampolgárok léphetnek tehát be az ország területére. Néhány órája már 10 kilométeres volt a sor. Kovács Noémi pedig tegnap kora este óta ott van Hegyeshalomnál, és végigkövette az eseményeket, beleértve a határnyitást és annak ugye újbóli lezárását is. Jelenleg mi ott a helyzet?
Jó napot kívánok, szervusz! Továbbra is várják a döntést, hogy mi lesz a sorsuk azoknak az itt rekedteknek. Több ezer emberről van szó, akik nem léphettek át még a magyar határon itt Hegyeshalomnál. Ők is szeretnének hazajutni, viszont most lehet is látni egy kisebb csapat itt előrébb jött az autókból, és itt szerettek volna információhoz jutni, ugyanis őket sem tájékoztatják egyik oldalról sem. Küldtek hozzájuk ki egy órája körülbelül hivatalos személyeket, tolmácsokat. Ők mondták el nekik, hogy mi a szituáció, amit egy taps követett, majd azóta itt várakoznak a további dolgokra, hogy mi lesz, a milyen döntés születik. Magyarország felől, akik Ausztriába szeretnének átjutni, a kamionsor az egyre csak nő, tehát már túllépte a 10 kilométeres sort is, meghaladta. A személyautósokat figyelmeztetik, illetve tudnak tájékozódni a polisz.hu határinfo oldalán, hogy mi az újdonság, illetve hogy mely határátkelő helyeken tudnak átmenni, melyeket érdemes választaniuk. Ezt továbbra is figyeljék rendszeresen, hogy tudják, hogy hol érdemes kilépniük, ahol nem kell sokat várakozniuk. Tudomásunk szerint ez Sopron és Kőszeg, ahol még a személyautósokat átengedik, magyar állampolgárokról van szó. Ott nem kell sokat várakozni, nem haladja meg a 15 percet ez az idő, úgyhogy mindenképpen azt javasoljuk, hogy a mai nap folyamán előre láthatólag ezeket válasszák, részesítsék előnyben a Hegyeshalmival szemben. Kovács Noéminek köszönjük szépen! Az országból kifelé tartó forgalom csak egy kicsit halad gyorsabban, Csanádpalotán mind a személy, mind a kamionforgalom folyamatos, de lassan halad. Éjszaka több száz autóból és kis buszból álló autósort engedtek át a határon. Ez a konvoj átért az országon, most Romániába próbálnak belépni. Emiatt több kilométeres torlódás alakult ki a határátkelőn. Sipos Gáborhoz kapcsolunk Csanádpalotára, aki mutatja a jelenlegi helyzetet. Változásról számolhatunk be, legalábbis az elmúlt órákhoz képest, ugyanis Csanádpalota mellett a határátkelőn valóban kicsit gyorsult a határátlépés a román oldalra. A kamion sor még mindig rettentően hosszú, ők türelemmel várakoznak, viszont mint azt láthatjuk is, a személyforgalmi sorok durván az elmúlt egy órában körülbelül olyan 500-600 méterrel rövidült. Egyébként a határátlépőtől körülbelül olyan 2,5 kilométerre vagyunk jelen pillanatban. Amit megfutottunk, hogy az éjszakai órákban, a hajnali órákban ugye a román és a bolgár állampolgárok elérték ezt a határt. Az ő átléptetésüket követően egy nagyon gyors orvosi ellenőrzésen estek át, illetve ki kellett tölteniük egy papírt, hogy honnan érkeznek és hogy pontosan hová tartanak. A legjobb információk azt mondták, hogy a továbbiakban Romániában csendőrök kísérik majd el őket a lakóhelyük szerinti megye táblához, majd ezt követően hazatérhetnek az otthonaikba. Egyébként amióta itt vagyunk, azóta ők türelemmel és nyugodtan várakoztak, ami viszont egy picikét bizakodásra okod, hogy a belépő kamionforgalom rettentően szerény, viszont nagyon sok kamionoson láttunk szájmaszkot és gumikesztyűt. Sipos Gábornak köszönjük szépen, és már is folytatjuk Varga Gergővel, aki Röszkén van. Szinte teljesen megszűnt a személyforgalom a röszkei autópálya határátkelőhelyen, és a rendkívüli helyzetre való tekintettel a 9 szerb határól lévő határátkelőt csak a szerb állampolgárok használhatják. A teherforgalmat azonban zavartalanul lebonyolítják, folyamatosan érkeznek a kamionok, viszont több kilométeres a torlódás. Ezek voltak a hírek eddig, most mi a helyzet? Jó napot kívánok, egy kicsit rosszul hallak, ne haragudj, remélem, hogy jókor kapcsolódok be a közvetítésbe, mert közben elindították a motorokat mellettünk. Itt egy 20 percet körülbelül állt a kamion sor, és most indultak el, tehát hogy ez bizakodásra adhat okot, mert eddig mi sem tudtuk, hogy pontosan mi történik, illetve az előbb tettünk egy kört itt a bejelentkezés helyszíne és a körülbelül egy kilométerre innen lévő benzinkút között, és azt láttuk, hogy folyamatosan érkeznek a kamionok, illetve megálltunk és beszélgettünk a benzinkúton az alkalmazottakkal. Ők azt mondták el, hogy a kamionosoktól azt tudták meg, hogy volt olyan, aki tegnap hajnali 4 óra között, és hajnali 2 és délután 4 óra között mindössze maximum 300 métert haladhatott, és hát ez körülbelül reálisnak tartom én is, hiszen itt az elmúlt 20 percben körülbelül egy kamion haladt el. Tehát 15 percenként egy-egy kamion halad el, tehát ez a 3 órás, 4 órás várakozás körülbelül reális lehet, és hatalmas a kamion sor, most körülbelül olyan 5-6 kilométer lehet. Valószínűleg azért vannak lelassulva, mert itt mögöttem látható, hogy ellenőrzik először a papírokat a sofőrök esetében, utána pedig, hogyha átkeltek a magyar határon, akkor a szerb oldalon az egészségügyi ellenőrzés is megtörténik. Ami a személy forgalmat illeti, hát az gyakorlatilag Röszkén egyáltalán nincs, én amióta itt állok 20 perce, egyetlen egy autó nem halad.
alatt itt el mellettünk, úgyhogy nem tudom, hogy napközben fognak-e érkezni, gondolom, hogy azok, akik román bolgár vendégmunkások, inkább az M43-as utat választják majd, és arrafelé próbálnak Románia felé kilépni az országból. A kamionok pedig, ahogy látjuk, haladnak, de napközben erre lehet számítani, több kilométeres torlódás és több órás várakozás, de egyelőre úgy néz ki, hogy a kamionosok igen jól viselik, és nyugodtan haladnak a sorban. Varga Gergőnek is köszönjük szépen. Külön géppel csütörtökön hozza haza a külügyminisztérium a Marokkóban rekedt magyarokat, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, a koronavírus elleni küzdelem jegyében Marokkó a továbbiakban nem engedélyezi menetrend szerinti repülőjáratok közlekedését. Ennek következtében több tízezer külföldi, köztük 146 magyar rekedt az afrikai országban. Tisztelettel arra kérek minden külföldön tartózkodó honfitársunkat, aki persze haza szeretne jönni, hogy azt tegye meg minél előbb, ugyanis a polgári légi közlekedés korlátozásainak nyomán lehet, hogy a hazautazás egy-két napon belül teljes mértékben ellehetetlenül. Minél hamarabb térjenek haza. Erre kérte a külgazdasági és külügyminiszter azokat a magyarokat, akik visszautaznának Magyarországra. Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, a koronavírus miatt a menetrend szerinti polgári légi közlekedés lehetőségei egyre szűkülnek. Úgy fogalmazott, elképzelhető, hogy a korlátozások miatt egy-két napon belül teljesen ellehetetlenül a hazautazás. Így van ez Marokkó esetében is, ahol 147 honfitársunk rekedt ott azok után, hogy Marokkó megtiltotta a polgári menetrend szerinti repülést a repülőterein, már csak külön gépeket fogadnak, azokat is csak néhány napig, mi is küldünk egyet. Tegnap sikerült megállapodnom a marokkói külügyminiszterrel, hogy a holnapi nap folyamán kap a magyar különgép leszállási, berepülési engedélyt Marrakesh repülőterére. Sikerült 11 magyart kimenekíteni egy panamai fesztiválról, közölte a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel. Magyar Levente tájékoztatása szerint a helyi fegyveres erők lezártak egy zenei fesztivált Panamában a koronavírus járvány miatt. A rendezvény résztvevőit, köztük 11 magyar állampolgárt karanténba zártak a hatóságok. Azonban a panamai konzuli iroda magyar diplomatái sikeresen közbeavatkoztak és kijuttatták a magyarokat a karanténból. We had today a video conference. A határok átjárhatósága volt a témája kedd este az Unió állam és kormányfőinek veszélyhelyzeti videokonferenciáján. Az egyeztetést követően az európai tanácselnöke Charles Michel közölte, a tagállamok vezetői elfogadták az Európai Bizottság javaslatát a 30 napos beutazási tilalom elrendeléséről. Azért, hogy korlátozzuk a vírus terjedését, megállapodtunk abban, hogy megerősítjük külső határainkat azáltal, hogy 30 napos időtartamra összehangolt ideiglenes korlátozást alkalmazunk a nem alapvető fontosságú beutazásokra, jelentette ki Charles Michel. Az egy hónapos beutazási tilalom minden nem európai állampolgárra vonatkozik, kivéve a hosszú távú tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekre, a diplomatákra, valamint azokra, akiknek a családtagjai uniós állampolgárok. A tiltás csak a személyforgalmat korlátozza, az áruforgalom továbbra is zavartalanul folytatódhat. Deutschland wird das sofort umsetzen. Németország a koronavírus járvány megfékezése érdekében azonnali hatállyal elrendeli a beutazási korlátozásokat, amelyekről az Európai Tanács videokonferenciáján megállapodtak, jelentette be Angela Merkel német kancellár Berlinben. Kiemelte, a közösség vezetői abban is megállapodtak, hogy szoros együttműködéssel igyekeznek hazaszállítani az EU-n kívül rekedt állampolgáraikat. Az EU-n belül kiemelten fontos biztosítani a határokat átívelő áruszállítás folyamatosságát, mondta Angela Merkel. Hangsúlyozta, a koronavírus járvány nagyon komoly gazdasági következményekkel járhat, amelyeket az EU a legnagyobb határozottsággal igyekszik ellensúlyozni. A koronavírus járvány, illetve annak a gazdasági hatásai összerázzák a 27 uniós tagállamot. Az EU tagállamainak vezetői tudják, hogy a járvány miatti súlyos gazdasági válsággal szemben csak közösen tudnak hatékonyan fellépni. Erről beszélt az M1-en a 21. század intézet vezető elemzője. Hogy egyre inkább érződnek a gazdasági hatások, a kritika helyett át fog majd csapni a
politikai és a társadalmi közbeszéd a megoldási javaslatok irányába. Magyarországon is és Európában is nagyon sok megoldási javaslatot fettettek le minden politikai oldalról. Nagyon fontos ilyenkor, hogy a kormányok, Magyarországon is a cselekvő kormányok, azok higgadtan a szakértelmet, a szaktudást figyelembe véve hozzák meg ezeket a döntéseket. Deák Dániel hangsúlyozta, ha a jövőben is szakszerű és közös döntések születnek, az nagyban segítheti, hogy Európa gyorsabban túl legyen ezen a válságon. Tovább emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Az elmúlt 24 órában 8 újabb magyarnál mutatták ki a vírust, így 58-ra nőtt a fertőzöttek száma az országban. Az adatok is azt bizonyítják, hogy a járvány a második szakaszához érkezett, amikor az egyedi fertőzések után már megkezdődött a vírus közösségi terjedése, ami azt jelenti, hogy már nem lehet minden betegről pontosan megmondani, hogy kitől kapta el a fertőzést. Az új betegekkel együtt Magyarországon összesen 9 iráni, 1 brit, 1 kazak és 47 magyar koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván. Több ismert ember is kiáll az otthonmaradás fontossága mellett itthon és külföldön egyaránt. Gyurta Dániel a közösségi oldalán kampányol. Se baráti összejövetel, se a nagyszülők látogatása ne férjen bele, mondja az olimpiai bajnok. Kovács András Péter humorista egy rap videót készített, egy nap alatt már több mint 700 ezeren nézték meg. A kormány a koronavírus lassítása érdekében újabb tájékoztató filmeket jelentett meg. Ezek is arra szólítanak fel, hogy csökkentsük a személyes találkozásokat, amennyire csak lehetséges. A koronavírus mindenki életét most megnehezíti, így az enyémet is. Gyurta Dániel közösségi oldalán buzdít az otthonmaradásra. Az olimpiai bajnok videója alá azt írta, se baráti összejövetel, se nagyszülők látogatása ne férjen most bele, mert ez az egyetlen módja a koronavírus megállításának. Higgyetek el, hogy én is szívesen találkoznék a barátaimmal, beülnék egy bárba, elmennék nyilvános helyekre, közösségi helyekre, de nem teszem, mert a szakértő utasítása egyértelműen az, hogy kerüljük ezeket a találkozókat. Én is csak a legszükségesebb esetben megyek el otthonról, például, hogyha élelmiszert kell vennem. Kérlek benneteket, figyeljetek erre ti is oda, hiszen ezzel tudjuk megállítani a vírusnak a további terjedését. Vigyázzunk egymásra! Maradok itthon, itthon maradok! Kovács András Péter humorista rapdalban ad tanácsot az otthonmaradóknak. A karanténs lágert egy nap alatt több mint 700 ezeren látták. Éreztem én is a személyes felelősségemet és a lehetőséget abban, hogyha más nem írt ilyen dalt, akkor én viszont írjak, és azt is éreztem, hogy minél gyorsabban kell, mert itt tényleg napok számítanak. És aztán megírtam itthon a dalszöveget, amíg tanultam a kisfiammal is csinálta a másolást az olvasókönyvből. Országszerte sorra indulnak önkéntes akciók. A Segíts az időseknek elnevezésű kampányhoz már több mint 13 ezeren csatlakoztak. Most jelenleg első körben még a gyógyszerkiváltásban kértek segítséget több idős személy. Én úgy gondolom, hogy elég gördülékenyen működik ez a dolog, tehát mindenkinek tudtunk segíteni, aki eddig segítséget kért tőlünk. A koronavírus megelőzésének leghatékonyabb módja az, ha otthon maradunk. Erről a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője beszélt az M1-en. Farkasos kiemelte, még mindig többen vannak az utcán ahhoz képest, mint ahány embernek lennie kellene. Magánemberként a leghasznosabb, amit tehetünk, hogyha otthon maradunk, hogyha arra törekszünk, hogy a munkánkat azt adott esetben otthonról tudjuk ellátni, ha arra törekszünk, hogy azok a gyerekek, akik egyébként otthon maradnak az iskolai látogatási tilalom miatt, ők valóban otthon maradjanak, és ne egyébként más közösségbe járjanak, és nyilvánvalóan csökkenteni kell minden olyan találkozási lehetőséget, amely lehetőséget ad arra a vírusnak, hogy terjedjen. A koronavírus terjedésének lassítása érdekében a kormány újabb tájékoztató filmeket jelentett meg, azzal a fő üzenette, hogy minimálisra kell csökkenteni a személyes találkozások számát. Többek között az szerepel bennük, hogy kerülni kell a nagyobb közösségeket, a társaságokat. Legalább 1-2 méter távolságot kell tartani másoktól. Lehetőség szerint a szűk családi találkozókon kívül minden mást halasszunk el. És azt is kérjük az emberektől, hogy otthonaikat csak akkor hagyják el, ha munkába mennek, bevásárolnak, vagy másoknak segítenek. Tudjuk, hogy ezek nehéz döntések és lemondással járnak, de csak így tudjuk elkerülni az egészségügyi rendszer túlterhelését. Ha meghozzuk ezeket a döntéseket, életeket menthetünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményben kéri a lakosságot, hogy védjék az orvosokat, ápolókat és szakdolgozókat, kerüljék a felesleges orvos-beteg találkozókat.
Ha valaki légúti fertőzés tüneteit észleli, ne menjen be a rendelőbe, hanem házi orvostól telefonon kérjen segítséget. Házi karanténban jelenleg 122-en vannak, és csak nem 1000-en nem hagyhatják el az otthonukat, hogyha betegek ne fertőzzenek meg másokat. Magyarországon van és lesz is elég élelmiszer, ezért nincs szükség pánikvásárlásokra. Erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Györfi Balázs arra emlékeztetett, hazánk önellátottsága 120%-os az alapvető élelmiszerekből. Így a magyar termelők a jelenlegi helyzetben is folyamatosan képesek biztosítani a lakosság számára az élelmiszert. Magyarországon nem élelmiszerhiány lesz nagyon rövid időn belül, hanem mivel egy exportorientált élelmiszergazdaságunk van, az exportpiacok beszűkülése miatt valószínűleg inkább terméktöblettel kell majd számolni az ágazatnak. De nyilván ezt meg fogjuk oldani, de én azt látom, hogy a lakosságnak mindenképpen kell üzenni azt, hogy nincs szükség túlvásárlásra. Megtartotta első ülését a koronavírus elleni védekezés pénzügyi akciócsoportja, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a közösségi oldalán az ülés után elmondta, a magyar gazdaság jelenleg sokkal stabilabb, mint a 2008-2009-es válság idején volt, de jól látható, hogy a járvány a magyar gazdaság szereplőit is nagyon mélyen fogja érinteni. Hozzátette, elkezdték átszervezni az idei költségvetést, valamint megkezdődött a 2021-es tervezése is. A cél, hogy az új kormányintézkedések mögött valós fedezet legyen. A magyar gazdaság helyzete sokkal stabilabb, mint 2008-2009-ben az akkori válság idején, de jól látható, hogy ez a járvány, ez a magyar gazdaság szereplőit is nagyon mélyen fogja érinteni, ez pedig kormányintézkedéseket szeretnénk hozzárendelni. Ezért kezdtük el a 2020-as költségvetésnek az áttervezését, és elindult a 2021-es költségvetésnek is az előkészítése. Azon dolgozunk, hogy a megszülető kormányintézkedések mögött valós pénzügyi fedezet legyen. Ezt a munkát végzik jelenleg a tárca munkatársai. Az MNB felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a lakossági ügyfelek hiteltörlesztéseit is halasszák el az év végéig. A jegybank közleménye hangsúlyozza azt is, hogy ha a bankok maguktól nem gondoskodnak a moratóriumról, akkor az MNB a kormányt fogja kérni ilyen rendelkezés bevezetésére. A jegybank a háztartások érdekében elvárja azt is, hogy a pénzintézetek érdemben csökkentsék az újonnan kihelyezett személyi hitelek teljes hiteldíjmutatóját. Az Index és a 444 nevű portál is arra kéri olvasóit, hogy adományokkal segítsék a működésüket, mert a várható gazdasági lassulás miatt nehezebben tudják fenntartani magukat. Az Origo szerint az Index a koronavírusra hivatkozva próbál, idézem, tarhálni az emberektől. A kormányzat szerint pedig éppen ezek a portálok azok, amelyek rémhírekkel igyekeznek növelni olvasóik számát. Vannak olyan időszakok, amikor kulcsfontosságú, hogy mindenki gyorsan megbízható információkhoz juthasson. A 444-nél ezen dolgozunk, olvasható a 444 több cikke alatt. Úgy folytatják, azon vannak, hogy segítsenek eligazítani olvasóikat a bizonytalan helyzetben, ezért az ő támogatásukat kérik. Hasonlóra kéri olvasóit az Index is. Azt írják, a mostani veszélyhelyzetben is azon vannak, hogy a kérdéseiket feltegyék az illetékeseknek, és azokra a legpontosabb, leghitelesebb válaszokat kapják a lehető leggyorsabban. Mint írják, idézem, csak az olvasóik vannak, ezért hozzájuk fordulnak, hogy támogassák a portált. Az Origo szerint az Index a koronavírusra hivatkozva próbál tarhálni az emberektől. A portál szerint ez azért érdekes, mert egy olyan helyzetben akarnak, idézem, tarhálni az emberektől, amikor súlyos gazdasági nehézségekkel kell hamarosan szembenézni Európának. Az említett médiumokat az elmúlt időszakban többen amiatt kritizálták, hogy gyakran hatásvadász a köznyugalom megzavarására alkalmas cikkeket jelentetnek meg. Az Index múlt héten, miután bejelentették, hogy egy időre bezárják az iskolákat, egy cikk közölt azzal a címmel, kirúghatják azt a szülőt, aki hétfőn az iskola bezárás miatt nem megy bedolgozni. A cikkben később sehol sem említették, hogy kirúgás járna a kimaradásért. A címben mégis nagybetűkkel ez szerepelt.
A koronavírussal kapcsolatos kommunikációért felelős akciócsoport vezetője az operatív törzs sajtótájékoztatóján a 444 kérdésére arra szólította fel a portál és más oldalak munkatársait, hogy hagyják abba a rémhírterjesztést. Engedje meg, hogy hagyj ismételjem meg, amit az előbb mondtam, különös érvényel egyébként a 444-re és néhány társára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell okosabbnak lenni, mint a járványügyi szakemberek. Tehát azt kérem önöktől, hogy ne szenzációt keressenek, ne próbáljanak. Kovács Zoltán hangsúlyozta, a kormány megteremtette a megbízható információ áramlás alapjait, a szakemberek pedig azt kérik a lakosságtól, hogy tartsák be az egészségügyi előírásokat, kizárólag hiteles forrásból tájékozódjanak, és ne dőljenek be a pánikkeltő cikkeknek. Már Montenegróban is megjelent a koronavírus. Keddig ez volt az egyetlen ország Európában, ahol még nem mutatták ki a betegséget. Két nő kapta el, mindketten külföldön jártak. Szerbiában mától éjszakai kijárási tilalom van érvényben. Észak-Macedóniában pedig az áprilisi parlamenti választásokat is elhalasztják a koronavírus miatt. Több embert is kórházba szállítottak kedd éjjel koronavírus fertőzés gyanújával Belgrádban. Szerbiában kedden újabb rendkívüli intézkedéseket vezettek be a járvány miatt. Szerdától például a nagyvárosokban élő 65 év felettiek nem mehetnek ki az utcára, ezen kívül éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el. Este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz érvényben. Ebben az időszakban senki nem tartózkodhat az utcákon, a hatóság embereit kivéve, és azokat, akik három műszakban dolgoznak, mondta a szerb elnök. Észak-Macedóniában az áprilisi parlamenti választásokat is elhalasztják a vírus miatt. Az országban is bezártak már a bárok, éttermek és az iskolák. Azt még nem tudjuk, hogy a kormány hogy dönt az oktatás kapcsán. Szerintem vannak olyan tantárgyak, amelyeket lehet online oktatni, de bizonyos tantárgyaknál ez nagyon nehézkes, mondta egy tanár. Montenegróban is találtak már koronavírusos betegeket. Kedden ez volt az egyetlen ország Európában, ahol még nem jelent meg a fertőzés. Két embernél mutatták ki a betegséget, az egyikük nemrég az Egyesült Államokban, a másik pedig Spanyolországban járt. Mindkét fertőzött nő, az egyikük 1948-ban, a másik 1973-ban született. A klinikán karanténban vannak, mindkettejük állapota stabil, mondta a montenegrói miniszterelnök. Ezek a képek már Bécsben készültek. Egy korábbi kiállítási csarnokot alakítottak át ideiglenes kórházzá. Itt azokat a betegeket látják el, akiknek enyhe tüneteik vannak, de orvosi ellátást igényelnek. Jelenleg csak nem 900 ágy van odabenn. Terveink szerint 3000 ágy lesz majd itt. Akkor azonban 1000 fős személyzetre lesz szükségünk, mert nem csak a betegeknek van szükségük kiszolgálásra. Nekünk is kell ennünk és innunk is, és szükség van a takarítókra is, mondta az ideiglenes kórház vezetője. Ausztriában is sorra vezetik be a rendkívüli intézkedéseket a koronavírus miatt. A Spanyolországból, Franciaországból és Svájcból érkező repülőjáratokat már kedre virradó éjjel felfüggesztettük. Szerdára virradó éjjeltől pedig Nagy-Britanniából, Ukrajnából, Oroszországból és Hollandiából sem fogadunk repülőket, mondta az osztrák belügyminiszter. Csehországban több mint 20 település van karantén alatt. Az emberek csak akkor mehetnek ki az utcára, ha halaszthatatlan dolguk van, például dolgozni vagy bevásárolni mennek. Varsó utcái is elnéptelenedtek. Lengyelországban az iskolák, a múzeumok, a színházak, a mozik már csütörtök óta zárva vannak. A kávézók, az éttermek és az éjszakai klubok két hétig nem nyithatnak ki. Az országban csak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok nyitvatartását nem korlátozták. A kormány csak az 50 főnél kisebb összejöveteleket engedélyezi. Háborús retorika kezd orrán lenni Nyugat-Európa vezető politikusai. Az Európai Bizottság elnöke után Emmanuel Macron francia elnök és Boris Johnson brit miniszterelnök is azt mondta, kormányuk harcban áll, az ellenség pedig a koronavírus. A II. Világháború óta nem látott szigorú korlátozások léptek életbe szerte Nyugat-Európában. Franciaországtól Spanyolországon át Olaszországig csak engedéllyel hagyhatják el az emberek otthonaikat. Gitárszó csendült Milánó belvárosában. Olaszország szerte már napok óta énekszóval próbálnak egy kis jókedvet csempészni a vesztek zár nehéz napjaiba. A csoportos zenélés bár Olaszországból indult ki, gyorsan elterjedt egész Európában. Barcelona szívében szakszofon harsant fel. Franciaországban vastaps visszhangzott a lakóépületek között. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját köszönték meg az emberek.
Európa szerte szigorú kijárási korlátozásokat rendeltek el. Sok helyen a második világháború óta nem látott intézkedések léptek életbe. Millió kerültek szigorú vesztek zár alá. Háborúban állunk, jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök hétfő este, mielőtt kihirdette az elmúlt évtizedek legszigorúbb kijárási korlátozásait. Franciaország 67 millió lakosa mostantól csak engedéllyel és halaszthatatlan ügyekben hagyhatja el otthonát. Kizárólag akkor, ha munkába, bevásárolni vagy orvoshoz indulnak. Országszerte 100 000 rendőr és csendőr ellenőrzi a korlátozások betartását. A kedd este frissített adatok szerint Franciaországban már több mint 7700 fertőzöttet diagnosztizáltak, közülük mintegy 2500 főt kórházban ápolnak, a többiek, tehát hozzávetőleg 5000 ember otthon lábadozik, vagy már meggyógyult. A statisztikák szerint a halálos áldozatok 93%-a 65 év feletti. Itáliában immár második hete tart a dél-európai országban példanélküli vesztegzár. Az emberek itt is csak engedéllyel hagyhatják el otthonaikat. A gyógyszertárakon és élelmiszerboltokon kívül bezárt minden üzlet és az összes iskola. A szigorú korlátozások ellenére szerdára virradóan újabb csúcspontra ért az olaszországi járvány. A fertőzöttek száma meghaladta a 30 000-et, és több mint 2500-an vesztették életüket. Ezzel a kórokozó eddigi halálos áldozatainak egyharmadát Olaszországban regisztrálták. A legtöbb halálesetet jelentő Lombardia régió járványügyi akciócsoportjának vezetője azonban optimizmusának adott hangot. Szerinte a fertőzés terjedése lassulni látszik, az új esetek száma már nem robbanásszerűen, hanem csak egyenletesen emelkedik. Spanyolország szerte csak a hatóságok járják az utcákat, fertőtlenítik az utakat és kapualjakat, mi alatt az ország csak nem 47 millió lakosa veszteg zár alá került. Kedről szerdára virradóan a kormány elrendelte a részleges határzárat is. A külföldi állampolgárokat visszafordítják a francia és a portugál határon. Olaszország után Spanyolországot sújtja legsúlyosabban a járvány. A fertőzöttek száma kedden meghaladta a 11 000 főt. A brit kormány járványügyi főtanácsadója Boris Johnson miniszterelnökkel közösen adott keddi sajtótájékoztatóján bejelentette. A legoptimistább forgatókönyv szerint is legkevesebb 20 000 ember fogja életét veszteni az új koronavírus következtében az Egyesült Királyságban. Boris Johnson brit miniszterelnök átfogó gazdasági válságintézkedéseket jelentett be. Azt mondta, a háborús helyzetet megidéző körülmények alakultak ki. Úgy kell cselekednünk, mint a háborús kormányok. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy megvédjük gazdaságunkat. Több millió üzletet és családot kell megvédenünk, mondta Boris Johnson. Rishi Sunak pénzügyminiszter bejelentette, a kormány 330 milliárd fontot különített el erre a célra. Németországban is kiürültek az utcák. A kormány elrendelte az iskolák és játszóterek, éttermek és bárok bezárását, valamint betiltott minden vallási rendezvényt. Az élelmiszerüzleteken és gyógyszertárakon kívül itt is minden üzlet bezárt. Országszerte már több mint 9000 fertőzést regisztráltak, ezért a kormány arra kér mindenkit, lehetőleg maradjanak otthon, mondják le összes találkozójukat. A holland fővárosban is tapsvihar és fügyszó hangzott fel kedd éjszaka. Itt is az orvosok és ápolók munkáját dicsérik az emberek. Hollandiában is szigorú korlátozások léptek életbe. Bezártak minden éttermet, kávézót és iskolát, nem üzemelnek továbbá a bordélyházak és a marihuánát árusító üzletek sem. Agresszív intézkedéseket vár a dél-kelet-ázsiai államoktól az Egészségügyi Világszervezet, miután csoportos megbetegedéseket jelentettek több országból is. A Fülöp-szigeteken egy muzulmán vallási ünnepen 16 000 ember vett részt, és több százan fertőzöttek meg. Maláziában egy csaknem 20 000 fős tömegrendezvényen szintén százak kapták el a kort. A 30 milliós országban több mint 600 fertőzést regisztráltak. A Távol-Keleten ez alatt normalizálódni látszik a helyzet, elhagyták a kínai Wuhan városát az odarendelt orvosok. Ausztráliában szigorú intézkedések léptek életbe, betiltották a 100 főnél nagyobb rendezvényeket.